viszonylag friss érzmény adja, mert egyházmegyés papként léptem be a Jézus társaságába, és így most 2 év noviciátusi idő után frissen tettem le a szerzetesi fogadalmaimat. És most kezdem gyakorlatilag a szerzetesi életemet, tehát éppen igyekszem a Nemesi Péter atya nyomaiban, meg a Vértesai Laci atya nyomaiban kicsit küzdeni valahogyan a Jézus társaságában. És hát most a ma estére én jutottam. Eléggé hirtelen jött ez a megkérés, de örülök, hogy itten, hogy sikerült időben ide érnem egyáltalán. Most ez volt a ma délután a legnagyobb kihívásom. Talán ennyi szerintem elég így magamról. Annak szinte kifejezetten örülök, hogy most az evangéliumot nem nekem kell felolvasni, hanem azt meg kell Lajos atya, mert amikor én ezt teszem, akkor elszabul azért a torkom, amikor ezt az evangéliumi részt kell, hogy olvassam. Hiszen olyan megdöbbentő erejű, ahogyan Jézus azonosítja magát az utolsókkal, és tényleg ezt teszi majd az ítéletnek a tárgyává. Azért szorul el a torkom, mert hát én így saját magam is, ugye amikor mi ilyesmiták is arról beszélünk, hogy hát intellektuális apostolkodást próbálunk tanulni, okosulni, közé járni, és akkor próbáljuk megnyerni magunknak, akik tanulnak, a fiatalokat, meg... És akkor közben Jézusnak ezek a szavai, ezek azért nagyon-nagyon egyértelműek, hogy az ő követői nem válogatásra vannak meghívva. És hogy a mi kereszténységünk, hogy a Krisztus nyomába igyekszünk szegődni, az elsősorban nem valamiféle elvont értékrendnek a megvallása. És ezért is szólt el a torkom, hiszen annyira kényelmes a mostani kereszténységet, hogy úgy értelmezni, hogy egy valamiféle értékrendnek a megvallását. Sokszor a tévében is, meg így a megnyilatkozásainkban is így veszünk magunkat, hogy igen, mi keresztények, mi katolikusok, olyanok vagyunk, akik valamiféle elidegeníthetetlen igazságokat képviselünk. Valamilyen módon olyan időtlen értékeket képviselünk, amelyre folyamatosan emlékeztetnünk kell az embertársainkat. És valahogy ez van a mai világban is rólunk, az emberek képében. Ezért szorul össze a torkom, amikor ezt hallom, mert azért itt egészen másról van szó. De jó is, hogy pont itt a nagybőjtnek a közepén Krisztusunk erre emlékeztet minket, hiszen ez mindig esély, hogy meggondoljuk azt, hogy miről is szól a mi kereszténységünk. Mert úgy látszik, hogy a mai világ az nehezen veszi be azt, hogyha mi valamiféle felső tanítói pozícióból beszélünk. Ugye ezzel próbálkozunk, és tényleg most is azt mondjuk, hogy az európai értékek képviseletében csak a világ, azok az emberek, akiket szeretnénk szólni, akár a saját családtagjaink, akik már egy másfajta világi utat járnak. Ha úgy akarunk hozzájuk szólni, hogy mindig csak valamilyen koppintással, vagy valamivel, hogy nálam van az igazság, te eltértél az úttól, akkor ezt nem tudják bevenni, mert azt mondják nekünk, mi is vagyunk a okosak, mint ti, meg mi is hallottunk már ezekről az elvekről, hanem valami mást várnak tőlünk, azt hiszem, és amit tőlünk várnak, az pontosan Jézusnak ezek a megdöbbentő szavai, hogy mindannak ellenére, hogy a világoton ellenségesnek is lehet látni, Jézus mégis azt mondja, hogy most is közöttünk vannak mindazok, akár a mi közösségünkben, vagy a közösségünkön kívül, akik éhesek, szomjasak, idegenek, azok a bizonyos mindenféle szeretetet hazátlanok, ruhátlanok, betegek, börtönben vannak. És valahogy Jézus, mint hogyha folyamatosan ugye, ezt kérdezné tőlünk. Nem hiszem ám, hogy olyan szörnyen számolt élőben. Nem hinném, hogy ugye az utolsó pillanatban ez a király valóban már számolt élőben, de Jézus ezeket most nem számolt élőben mondja nekünk, amíg élünk, hanem valamilyen módon
belülről akar minket képesíteni, és belülről vezet minket ezek felé, az emberek felé és e felé. Jézus Urunk, azt hiszem most is, bár amikor mondjuk a nagy keresztény dolgainkat, akkor most is belülről indít minket, hogy figyelj oda arra, hogy miről szól az a nagy kereszténység, amit ugye annyira hirdetünk, hogy mi is annak az igazi alapja. És én úgy érzem, hogy Jézus az a király, aki majd vissza fog jönni, most még nem ez a számunkérő. Ugye amikor itt olvassuk, tényleg összeszorulhat a torkunk, de ugye arról a királyról van szó, aki akkor él, amikor lejátszott minden egyes játszmát. De most ezt a Jézus, ezt az ítélő király nem feltétlenül így kell nézni, hanem az ő figyelmeztetését azért mondja itt a Máté evangélium végén, hogy valahogy, hogy is mondjuk, hogy időbe kapcsoljon. Ugye, ismerjük ezt, hogy amikor, hogy Jézus nagyon sokszor próbálja a saját tanítványait, és akik ugye állandóan ugye vele vannak, de mégis mindig versengenek. Emlékeztek rá, hogy az apostolok is állandóan azzal vannak elfoglalva, hogy hogyan tudják félreállítani azt a kiabáló vakot, hogyan tudják félretenni ezeket a kényelmetlen embereket. Tehát ne féljetek, nem mi vagyunk az első ilyen keresztények, akiknek ez nehéz. Saját apostol és Jézus is őket is mindig pont ezért figyelmezteti, hogy kapcsoljatok, hogy miről van itt körülöttem szó. Tehát amikor úgy érezzük, hogy ezek a kihívások, ezek számunkra túlságosan magasak, akkor azért igazunkra szolgálhat, hogy Jézusnak mind a 3 éve, ugye, amik vándorolt, erről szólt, hogy egy ilyen iskolába iratta be a saját tanítványait, apostolait. És akkor mindig újra terelgetett, kapcsoljatok. És mindig visszatértek. Tényleg a Szentírás tele van ezekkel a részekkel. Érdemes ezeket megnézni. Amikor János és Jakab, ugye az elkényeztetett fiúk, ezek a mennydörgésnek a fiai, amikor az édesanyjuknak az anyagoroszlánnak a hatására, ugye azon variálnak, hogy ki lesz majd legfőbb. Amikor állandóan csitítják a leprásokat, a vakokat, a bénákat. Amikor Jézusnak mondják, de hát ugyan már itt szorongatnak, honnan tudnánk, hogy ki van körülöttem. És akkor minden ilyen alkalommal látjuk, hogy Jézus valahogy nem visszautasítja őket, vagy legalábbis nem úgy utasítja vissza őket, hogy ti méltatlanok vagytok arra, hogy velem jöjjetek, hanem újra és újra elkezdi őket így tanítani, hogy kapcsoljatok. Hát azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy ez az élet bőségben legyen. És állandóan arra terelgeti őket, hogy persze, hogy ti szűkösnek látjátok magatokat, de mégis, hogyha adtok, akkor az én erőmből adtok. És ugye nekünk is ez a legnagyobb gondunk ilyenkor, saját magamat is, én is úgy vagyok nevelve viszonylag egy... Tehát azért állandóan mindig arra voltunk otthon nevelve, hogy spórolni, meggondolni a dolgokat. És tényleg ez egy alap emberi életérzésünk, hogy állandóan szűkösségben érezzük magunkat. És tényleg az apostoloknak is ez volt a gondjuk, hogy de hát miből adjunk, vagy hogyan adjunk, vagy hogy figyeljünk oda. Emlékeztek a kenyérszaporításra, meg ők maguk is, amikor éhesen mászkáltak, amikor Jézus úgy vette észre már hosszú beszédek után, de hát, hogy nincsen mit enniük. És akkor tényleg ezek az apostolok is jogosan mentek mindig Jézushoz, de mi is szűkösen vagyunk az anyagiakkal, a figyelemmel, meg mi is veszélyben vagyunk. Hát mit foglalkozunk mi ezekkel a börtön töltelékekkel, meg ezekkel a mindenféle idegenekkel, amikor folyamatosan átráznak aztán minket. És amikor Jézus ezeket is hallgatja, ugye, és mi is így megyünk talán vissza hozzá a mai pillanatig ezekre a szavakkal. És Jézus valahogy erre is persze csomagolja, de erre sem úgy utasít el minket, hogy méltatlanok vagytok, hanem akkor emlékeztek rá, elkezdenek nekünk is mondogatni, de hát mit tudtok a hajatok szálát sem tudjátok visszacsinálni, hogyha aggodalmaskodtok meg, hogyha annyira spórolgattok, hogyha csak úgy magatoknak, akkor nem lesz ugye úgy semmi sem. Meg ugye a kenyér szaporításnál is, hogyha ezt az életformát megtanuljátok, hogy adni abból, ami nem annyira az enyém, amit én is kölcsön kaptam, az úgy valahogy úgy magát nem tudom elkezdi gyarapítani.
Én azért szégyenkezve beszélkedem, mert az én életemben ez nem, nincsen meg olyan jelentősen, de érdemes ezekre a példákra felfigyelnetek, akik tényleg ezt keresztény módon csinálják, hogy éhesekkel, szomjasokkal, idegenekkel, ruhátlanokkal, betegekkel, börtöntöltelékekkel. És tényleg, hogyha figyeltek rájuk a rádióban, vagy bárhol, akik ezt megvallják, tényleg mindezt a csodát vallják meg, hogy ők maguk is milyen is elfelejtik a méregetést, a számolgatást, hanem belevágnak ilyen dolgokba. Nem kell, hogy nagy dolog legyen. Akkor valahogy megérzik, hogy valahogy azt az elkezdik körülöttük bőség lenni, vagy ugye Jézus mondja, hogy azért jöttem, hogy az életetek bőségben legyen. És maguk sem értik, hogy miért van az. És valóban kirabolják őket meg mindent, de mégis van újra csak az a valami ottan körülöttük. Erre én is többször szoktam válni, csak benned sincs meg az az igazi bátorság, hogy ezeket megépjem. Főleg a nagyvárosban, ahogyan mászkálak ott Pesten, meg minden, szóval egyszerűen az ember már szinte szándékosan elfordítja a fejét, meg minden legel. Szóval itt szerzetesként is, persze, hogy igyekszünk, tehát az, hogy most kimegyünk a Teréz anya nővéreit segíteni, vagy ilyen, ez persze, de úgy igazán torokszorító ez az egész, és valamilyen módon úgy érzem, hogy tényleg hiányzik ennek a megtapasztalása belőled is, hogy Jézus itt azonosítja velük. Tehát nem, ugye amikor itt van, hogy ettől ijednek meg mind az igazak, ezek a hamisak is, ettől ijednek meg, hogy azonosítod velük magadat, Urunk. Hát itt azért kérdezik, hogy mikor láttunk téged, de hát nem téged láttunk, hanem csak ezeket a kellemetlen meg nagyon furcsa figurákat, meg arcokat láttunk, csak hát nem téged láttunk. Hát ha téged láttunk volna, akkor tudtuk volna, hogy kell viselkedni. És talán ebbe azt hiszem ez az erősödés, ez közös nagybőti jó feltételünk lehet, hogy Krisztus Úr, mutass meg nekünk azt, hogy tényleg mennyiben azonosulsz, hogy te arcodnak a fényét fölismerni az embertársainak ebbe a furcsa kifejezéseibe, nézésébe, arcába, meggyötört összevisszaságába. Mert azt hiszem ez a kulcs. Szóval valahogy nem az a kulcs, hogy akkor most összerántom magam, összeszorítom a fogamat, és én a keresztény értékek képviseletében igenis napról napra ezt és ezt a jót teszem. Ez is lehet módszer, de itt valahogy nem ez az igazi fordulat, azt hiszem, hanem ahogyan megpróbáljuk erre kérni Jézust, hogy hát akkor mutasd meg az arcodat, hogy fölragyogjon ezekben, hiszen a nagy szenteknek, mondom, ezek a mostani, a mai kortársaink is, akik tényleg így viselkednek, hogy mindig ezt hallják meg, hogy valamilyen módon Krisztusnak az arcát látják ragyogni. Tehát nem tudom, őt egy Csabától elindulva lehetne folytatni a sort, én ebben nem vagyok nagyon jó, de ott Pesten is, akikkel tényleg szoktam, kicsit a Teréz anya nővéreért szoktam én kiállni, és neki, és ők is mindig, mindenféle nációból jött nővérték, indiai, lengyel, alig tudom, meg tudom magyarul, mégis itt vannak, és akkor mondják, hogy de ezek a mindenféle emberek, akik jönnek, hogy a napnak a végén, amikor úgy visszanéznek, akkor úgy valamilyen fényt látnak ezekbe az arcokba. Tehát, hogy nagyon, nagyon kegyetlen életet élnek, hogy közösen alsznak, és nincs semmi privátszférájuk ezeknek a Teréz anya nővéreinek. És akkor mégis ezt vallják meg, hogy az este, amikor visszanéznek a napokra, akkor valamikor ilyesmit látnak. Most ezzel azt akarom mondani, mint nagy prédikátor, hogy itt most hagyjatok el, és vagy hát nem ezt, nem hiszem, hogy ezt akarok mondani, hanem azt, hogy a saját életállapotunkba keresgéljük azt, amit így a krisztusi lelkülettel tudunk tenni, hiszen tényleg, tehát a saját családodokba, a saját környezetedekbe van ez, ahol éhes, szomjas, idegen, ruhátlan, beteg, viselt, szóval.
Jézus is így viselkedett, hiszen Jézus is mindannyiunkat másként hívott. Emlékeztek éppen, most nem a volt, hogy amikor Lévit hívta a Mátét, akkor ugye úgy elhívta mindentől. És az apostolokat is elhívta, de Péter is végig magával vitt a feleségét, hogy ezt megjegyzi az apostol cselekedete, és akkor. És akkor Jézusék is csak-csak visszatérnek Kafarnaumba, és állandóan Jézus is a András és Péter házánál van. Tehát amikor Jézus minket erre kér, akkor bizonyosan vannak olyan emberek, akiket kiválasztott szerzetesi ilyen életre, de alapvetően az a lényeg, hogy a mi élethelyzetünkben találjuk meg ezt a módot, hogy hogyan lehet fölismerni ezeket a jézusi szavakat. Hiszen, tehát mondom, ezekkel az elvárásokkal vigyázni kell. Éppen Szent Ignác, ugye a mi rendünknek az alapítója, meg így a lelki gyakorlatos könyvnek a szerzője, lelki gyakorlatot, de pontosan arra figyelmeztet minket, hogy nehéz ezt elmondani, hogy amikor így érezzük magunkban, hogy valami túl nagy jót akarunk magunktól, tehát amikor ezeket a túl nagy követelményeket veszünk, hogy én legyek a tökéletes keresztény, és hogy mit csinál, azt mondja, szerintem ezt legyek gyanús ezzel a gondolattal. Hiszen amilyen ilyen túl nagy akar lenni, valami olyan kérés, ami mindenképpen az életállapotot szét akarja szakadni, vagy valami, ez a túlkövetelés. Ismétek ezt, azt hiszem, amikor ugye, akkor azt gondoljuk, hogy a lelkiismeretünknek a legjobb része, csak állandóan azon veszünk észre, hogy mindig túlkövetel, hogy soha nem tudok azután menni. Azt mondja, hogy szerintem ezt legyünk gyanúsak ezzel kapcsolatban, hiszen ez nem biztos, hogy Krisztustól jön. Szerintem ez azt mondja, hogy Krisztusnak ez a kérése, amikor erről beszél, akkor azt mondja, hogy ez valahogy mindig illeszkedik. Valahogy illeszkedik abba, aki vagyok, ami vagyok. Persze megtérésre hív, ne értsük félre egymást. Állandóan mindig egy radikális fordulatra hív Krisztus, ez igaz. De valahogy mindig azt hívja, aki vagyok, és ahogy vagyok. Soha nem valamilyen nagy ideálisan. Éppen azért látjátok itt a végén is, a végítéletnél is, nem hiába. Nem azt teszik fel kritériumnak, hogy a tökéletesek, akik mindent megbántak, akik életüket nagyon vallásosan érték, azok üdvözülnek a többieknek, hanem ilyen kis aprócska cselekedeteket kezd el mondogatni. Én ebben látom ezt a titkot, hogy nem hiába ezeket a hétköznapi emberi cselekedeteket mondja. Ami nem attól, hogy szerzetes vagy, családanő vagy, özvegy vagy bármi, hanem ezek ilyen nagyon emberi cselekedetek. Már szinte annyira botrányosak, hogy összekapcsolja szinte minden vallásos ember. Tehát még csak az sincsen benne, hiszen ez a tanítás éppen az, amiben valóban egyben összetalálkozunk. Az egész nagy társaság, a buddhisták, a konfuciánusok, az egész, most nem akarom felsorolni, de tényleg valahogy így a gyökerében itten találkozunk. És persze ez nem azt jelenti, hogy mindegy, hiszen ezeket a tanításokat mi Krisztusunktól halljuk, és pontosan arról van szó, hogy csak hogyha ő hozzá visszafordulunk, és hogy a te arcodat, Uram, azt keresem valahol, hogy csak úgy vagyunk képesek e szerint élni. De mégis ez az ítélet, ez szerint lesz, ezek szerint az aprócska emberi cselekedetek szerint. És mondom, hogyha így nézzük, az elején, ahogyan kiindultam ebből a torokszorongatásból, hogy milyen torokszorongató ez. Talán eljuthatunk ahhoz, hogy lehet, hogy nem is annyira az, hanem pontosan ez adja meg az igazi emberségbe az esélyt, hogy mit tudunk ebből mégis aki Krisztussal együtt, és Krisztus erejéből valamit a magunk is helyzetébe tenni. És hogyha valamilyen módon ez a vágy így megvalósul bennünk, vagy valahogy ez szerint így elindulunk, picike lépéseket teszünk, azt hiszem Krisztus Urunk akkor úgy elkezd minket képesíteni és erőt adni belülről. Csak én az életemben is ezt tapasztalom meg, még bármennyire is nagyobbat mondok, hogy szerzetes vagyok, meg minden, az az első lépés, hogy valamit kezdeményezni, valamit, ugye amikor úgy eszünkbe jut, hogy az micsoda. Nem tudom, van-e ez a tapasztalatotok, de néha van ott, hogy az imába följön egy-egy arc, vagy egy-egy kép, vagy egy-egy, ami tényleg szinte közvetlenül mutatja azt, hogy
mire hív meg most engem Isten. Azt hiszem, ezt mindannyian megtapasztaljuk. Tehát az én ima életem is bármennyire csapnivaló az ima életünk, hogy hát nem tudunk sokat imádkozni, vagy hosszú, de mindig az imánk ez benne van, amikor úgy kicsit el tudunk engedni a magunk körül való forgást, vagy bármát. Abba a pillanatba beugrik valami, hogy arc, vagy szinte egy megérzés alapján annyiszor, hogy esetleg valaki, vagy hogy valami teendő, vagy valami picike dolog. Akár hogyha reggel, akár hogyha este imádkozunk, és azt hiszem az pont ez. Csak én magam is azt annyiszor lestoppolom, hogy mert az az első kis lépés, erre így reagálni, az a nehéz erre az ösztönzésre. És ezért érdemes kérni Krisztus Urunktól ennek azért kicsit így a kezdeményező készségnek az erejét, hogy Uram, adj nekem itt bátorságot, meg hogy ezeket a kis szavaidat, hogy meg tudjam hallani, megvalósítani. Hiszen én már magamon is megfigyelem, sokszor már azért nem való, mert ugye nem is akarok, hanem az imáim már szépen be vannak már rendezve. Tehát ugye az imám már be van rendezve, hogy én most melyik szentírás részről imádkozom, miket mondok el. És szinte már azon veszem magam, hogy már megint egy berendezett ima. Laci, de pont arról van szó, hogy valahogy a csöndbe próbálom engedni, hogy Isten valahogyan beleszóljon, rendezze a rendezetlen, ottan kisimítsa a szálakat, meg megmutassa a dolgait. Hiszen csak akkor tudunk eljutni az igazi bűnbánatra is egyébként, meg mindenre. Hogyha ezt így is magamat is szántalanszor ezen kapom, hogy hát ez egy megrendezett ima, Laci, hát most megy itt az idő és gondolsz mindenre, de és ez néha az imának a végső pillanataiban jön már, de még akkor is, de nagyon jó, egy villámként jön, és ez olyasmiként jön, ez, amit az elején, amit kezdtem, ez a kapcsolat. Kapcsolj, Laci, kapcsolj egy kicsit. Kapcsold le magad, vagy valami, kapcsold egy kicsit ki magad, hogy hadd jussak én is szóhoz mondjuk. És akkor jönnek ezek az ilyen furcsa arcok, meg indítatások. És azok az indítatások, amik aztán nem azok a túl nagyok, amik nem azok, hogy nem ilyen elvontak, hogy képviseled a keresztény örök értékeket, vagy a családnak a nagyságát, hanem akkor ott mindig valami az életedhez van, hogy itt van ez a rendtársad, akivel már ami nem tudtok úgy. Na, szóval az nagyon különleges dolgok, és azt hiszem érdemes, valahogy a Szent Ignáci lelkiség is egyébként, amit Ignáci itt a lelki gyakorlatokban is javasol nekik, az is erről szól, hogy azt mondja, hogy minden ember képes az ő urával, teremtőjével, ő így szokta megszólítani, urával, teremtőjével közvetlen kapcsolatba lépni. És ez akkoriban, amikor ezt kimondta, ezért azt hiszem összesen 9-szer vitték inkvizíció elé, azt hiszem összesen 9-szer volt. Pont ezek miatt a szavak miatt. Hogy valamilyen módon közvetlenül. És akkor pont Ignác az, aki azt mondja, nem azt mondja, hogy ugye ismerjük Ignácot, egy pillanatig sem mondja, hogy mi megy az egyház, nem arról van szó. Hanem arról van szó, hogy a személyes életünkben valamilyen módon közvetlenül tud minket megszólítani. És én magamnál úgy érzem, hogy ezek a bizonyos percek az imában, amikor végre kapcsolni tudok valahogy. Azaz, amikor a bűneimmel is igazán szembesülni tudok. Hiszen amikor magamat nézem, tehát az, hogy milyen butaságot csináltam, vagy mit mulasztottam, akkor kétféle dolgot tudok csak csinálni magamat. Vagy elítélem magam ilyen véglegesen, hogy milyen lehetetlen, iszonyatos, embertelen valaki vagyok, vagy pedig fölmentegetem magam. Vagy pedig azt mondogatom, de hát ezt azért csináltam, mert így és így neveltek, meg hát ezt azért csináltam, amivel így kell csinálni. És ekközött a kettő között vergődött általán. Nem tudom ki, hogy vagytok vele, de ez bennem annyira jellemző. Ahányszor a saját körömbe nézem a saját bűneimet, bajaimat, amikor elkezdtem, vagy nagyon elítélem magam, és akkor azért bénulok le, mert hogy már amúgy is én gyakorlatilag olyan rongott vagyok belülről, vagy pedig fölmentegetem magam. És valahogy egyedül ezekben a bizonyos kapcsolási pillanatokban van az, amikor a kettő között jön Istennek az irgalma. Azaz az irgalom, amelyik
se nem kimagyarázza magát. Emlékeztek, hogy Jézus is, amikor, tehát ezekkel a nagy bűnösökkel, nem kell kimagyarázni magukat. Mindegyik a bűneivel állott, a bűnös asszony, a vágos, mindenki. Szóval nem arról van szó, hogy valahogy Jézus ezt elmossa. De nem is ítéli meg úgy, hogy az embert, hanem ezt a cselekedetének ad új esélyt. És ezek azok a pillanatok, amiket annyira vágyhatunk, és ezért érdemes a személyes imában erre a kapcsolásra várakozni, vagy erre igyekezni, hogy most félreteszem kicsit a saját ítéleteimet. Mert ezt igenis félre kell tenni. Az, hogy ítélem meg magamat, az embertársamat, hogy ítélem meg a helyzetemet, vagy pedig hogyan mentegetem. Ezeket ezt félre kell tenni, és az Istennek az ítéletéhez adni. Néha egész életünk erről szól, hogy bizonyos sebeinkkel, vagy amit elkövettünk, vagy mások elkövettek ellenünk. Talán azt a legnehezebb, amit mi követtünk, azt a legnehezebb megbocsátani magunkat. Néha egy egész élet rámegy erre, hogy mindig csak a saját ítéletünkhöz ragaszkodunk. Vagy csak az, hogy elítélem, vagy az, hogy fölmentem. És a kegyelemnek ezeket a pillanatait, ezeket a pillangó száncsapás, vagy nem tudom mit várunk ezt a kapcsolást, amikor tényleg Istennek a kegyelme alá léphetünk. Tulajdonképpen a gyónásnak az alapötlete is ez. Amit nem mindig érzünk, de mégis ott történik meg ez, hogy valamilyen módon ez ingyenesen történik. Tehát, hogy ha úgy megyek gyóni, hogy még csak a saját ítéletemet továbbra is föntartom, és azzal foglalkozom, hogy ne, ezt most nem mondtam el, vagy valami, akkor nincs. Tehát a gyónásban az a botrány, hogy el kell fogadni ezt az ingyenességet, ahogy ott azt történik, hogy Krisztus keresztjén szenvedése által kiengesztett a világ, és ennek a nevében Isten megbocsátja a bűneidet. Ingyen, és menj békébe. És ez nem akar a fejünkbe menni. Ez nem nekem sem, meg ez. Tehát azt mondja, hogy se nem ítél, de se ki nem magyaráz, hanem azt mondja, hogy menj, és többé nem érkez. És nem várnak ígéreteket, mint a bűnös asszonytól sem, hanem ezzel képesíteni akarok, tényleg kezdjél tisztalattal. És ez nem egy érzelmi történés, vagy csak nagyon ritkán érzelmi történés. Pont ez a különleges benne, hogy mi ezt mindig érzelmileg akarjuk megragadni. Mindig érzelmileg akarjuk ezeket bevenni, de Isten nem úgy gondolkodik. Ugye Istennek látja, hogy a mi érzelmünk az ilyen görbén van. És akkor ezért nem az érzelmeinkhez akarja kötni az ő irgalmát, hanem ezekhez a bizonyos cselekedetekhez. Köti pontosan ezért. És ezért van az, hogy az érzelmeinknek ilyen alapjelentősége van, de mégsem ehhez kötődik. Se a feloldozás, se a Krisztus testében való részesedés, se egy alap eseménye az életünknek. Valahogy nincsen, hat az érzelmekre, de nem közvetlen összeköttetése van, hanem valahogy nagyon áttételesen adja meg nekünk azt a bizonyos lelki nyugalmat, vagy tartást. Majdnem így tudnám inkább mondani, hogy ebből valamiféle emberi tartás származik, amit meg tudunk tapasztalni. És azért tényleg érdemes itt a bőti időszakban külön figyelni ezekre a bizonyos kis kapcsolásokra, amikor imánban vagy bármikor egy pillanatban valami szépséget vagy jóságot nézve, hogy kicsit elhagyom így a saját ítéletemet, vagy a saját eltervezett dolgomat. Hogy akkor mi történik, akkor mit tudok meghallani. Hiszen csak akkor tudunk valahogy találkozni azzal az Istennek, a Szentléleknek azzal az erejével, amelyik se nem a saját ítéletünk, de se nem a kimagyarázás, se nem a teljes jóvágyás, hogy minden rendben. És akkor találkozunk valahogyan az Istennek az arcával. Mert ugye mindkét dolog mögött van az Istennek egy eltorzított arca benne. Amikor olyan nagyon szigorúan ítéljük meg minket, akkor most ezt újabban ezek a pszichológusok, meg az ilyen
tudósok ezt kidolgozták, hogy amikor nagyon ítélkezünk, akkor az Istennek az arca torz benne. Azt mondják, hogy akkor Istent úgy képzeljük el, mint egy ilyen szörnyű bíró, vagy egy ilyen nagy könyvelő, aki vezeti azt, hogy mínusz vagy plusz. És akkor ez az ítélkezés ragad át ránk, amit azt alkalmazunk magunkra, meg másokra, meg visszafelé Istenre is. És akkor azt mondják ezek a tudósok, hogy a modern ember pontosan emiatt van az, hogy aztán elveti az egész Istent, és Istenből olyat csinál, mint a jóságos nagybácsi. Ugye ismertek, ez a másik oldal, amiről beszéltem, ez, ahogy mindent ki lehet magyarázni. És ez ugyanúgy egy hamis torz Isten kép. Tehát ami a mostani mai embernek közelebb van, hogy igen, Isten az, akinek az a dolga, hogy megbocsásson. Ugye ez a távoli, jóságos, teljesen tehetetlen, aki a világot messziről szemébe, igazán nem. És azt mondjuk a tudósok, hogy ez a kettő ugyanannak a torz istenképnek a kilengése. És mondom, a kettő között van az, ez a bizonyos Krisztusnak az atya, vagy ez a szigorú király, akinek nem mindegy azért, hogy mi történik. De nem az elítélés szintjén, hanem úgy, hogy ember tényleg a dicsőségenre éljél. És valahogy ugyanúgy, hogy a bűneinkkel szemben is, nem az ítélet és a kimagyarázás miénk, ugyanúgy az Istennek is érdemes ezeket a torz képeit itt magunkba kicsit méregetni. Tudom, hogy szörnyű ezt, hogy így kimondom, hogy ez nem azt jelenti, hogy Isten, hanem bennünk a torz képe. Ezt meg is magyarázzuk, hogy miért van ez az a nevelésünk miatt, de most ebben nem menjünk bele. Csak azt az érdemes figyelni, hogy mindkettő torz Isten kép. Ez a állandóan csak, aki emlékeztet, hogy az Isten szeme mindent látva. Ez egy nagyon szép mondat. De ha valaki úgy nézi Isten, mint egy ilyen szörnyű, valamilyen állandóan csak, aki elvár tőlem valamit, annak ez a legszörnyebb mondat. A gyerekeknek is néha szinte észre lehet venni a hittanórán is, amikor gyerekek, akiknek otthon ilyen nagyon kemény világ, amikor azt mondja, hogy a gyereknek Isten szeme mindent lát, tönkre megy tőle, és inkább elfut mindenen. Mert neki az egy szörnyű tekint. És ezért őt arra felé kell vinni. Ugyanakkor meg nagyon sokan vannak pont a mai világunkban, akik Istent ezért ilyen nagyon, ilyen csupán csak ilyen tehetetlen jóságosnak teszik. Őnekik meg azt kell mutatni, hogy de hát neki azért nem mindegy. Jézusnál is látjátok, ez az atya, ez a király, ez az úr, akiket bemutat a példabeszédeiben. Ez végtelenül irgalmas, de soha nem mindegy neki, hogy mi a végkimenete. Tehát tud, hogy aztán szigorú is lenni. És Isten és Jézusnak az atya pont azért tud haragos lenni, mivel szeret. Tehát Jézusnak az atya az nem az a jellegtelen, szakállas nagybácsa, hanem pontosan a kettőnek, ennek a két torzításnak a felsejlése. Az az Isten kép, amelyik azért aggódik értünk, mert azt szeretné, hogyha az életünk tisztességes legyen. És akkor valahogy ez az a király is, aki, ez az az emberfűje is, meg ez az a király is, aki itt a végén kérni fog minket, hogy mit tudtál tenni azzal az én képesítésemmel, hogy odafordultál feléje, vagy hogy mi lesz. Szóval ez az a bizonyos számonkérés, nem az a teljesen bírói, vagy nem tudom milyen. Nehéz ezt így nagyon erősen, vagy nagyon konkrétan szavakba önteni, csak így a saját érzéseimet tudom elétek tárni. Ezek között a hamis, torz dolgok között lavírozva, ahogyan járkálnak. Mind a bűneinkkel szemben, mind az ítéleteinkkel, mind az Istennek a torz képeivel szemben, hogy valahogy állandóan így keresztényként így lavírozva kell járnunk, hogy hol ez az erősebb, hol az. Hol ez az ítélkezés van benne. Nagyon érdemes figyelni, hogy ami leginkább fölhúz a másik viselkedésébe. Én is jártam egy a noviciátus, hogy aki ugye a leginkább idegesítő, az pont magamban van annak a gyökere, vagy a baja. Szinte teljesen ki lehet ezt venni. Hogy amikor nagyon erősen ítélkezem, amikor nagyon elítélek valakit, vagy valakiket, egy csoportot, vagy valamit, annak a gyökere az valahogy pont bennem van. Na, ez
a noviciátusban pont beleesne a csapdába, éppen egy bizonyos személy ilyen kapcsolatban, hogy és úgy kell rájönnem, hogy pont az, ami benne idegesít, az pont bennem van, csak én magam azt eltagadom magamban, mert hogy én vagyok a rendes, összetett kezű. És akkor közben pont magamba tettem észre azokat a... Szóval az ítéleteink mögött érdemes ezeket nézni. Megmondom a másik oldalon is, amikor jön nekem az, hogy mindent kimosni, hogy mindent kimagyarázni, hogy mindenre van egy pszichológiai magyarázat. Mindenre van egy áltermészettudományos magyarázat. Mindenre van egy okos fitness, vagy minden milyen magyarázat, egy ezoterikus magyarázat. Mindenre van. Ott meg azt kezd el gyanúsá válni, hogy hogyan lesz, hogy mindent kimagyarázat, vagy mindent kimagyarázat. Mindenre okosan tudunk válaszolni. Hol van itt az emberi felelősség, vagy mivel. Akkor ott meg onnan kell visszavillenni. Tehát itt úgy utána elképzelni, mint egy harangnak a nyelvét, mert nem tudom valamit, ami így kibillen mindig az egyensúlyában, mondjuk amikor az autót, vagy bármit elképzeltek, ami úgy magába, és ilyen vagy olyan, hogy mindig, hogyha kibillen, akkor elvéti az útját, hanem valahogy így ez a lavírozás, de ez se jó szó, hanem ez a keresztény józanság az, amit keresgélni. És talán ez is a katolikus sajátosság, hanem be tudom megragadni, hogy ettől ezért mondjuk katolikus, tehát ez az egyetemes, amelyik próbálja úgy nem így elmenni az ilyen bizonyos istenképek felé, vagy amellé, hogy csak ez, csak az, hogy csak a szigorú Isten, vagy csak a liberális Isten, csak, hanem a katolikusok, a katolikus polgász, hogy is, mindig ahogy Istennek az arca akar mutatkozni. És talán ez az, amelyik... Szóval ez nem azt jelenti, hogy akkor én most valahogy amit itt hallottam, egy ilyen mennyei listát akarok kitölteni, hogy a jó cselekedeteimmel, mert ugye sokan ezt is gondolhatják rólunk, hanem valamilyen módon igyekszem követni ezt a krisztusi kérést. És aztán itt tényleg van rengeteg ellenállásunk, amikkel dolgozhatunk, ez kétségtelen. Tehát azt most nem is akarom mondani, mert szerintem tegnap nem nagyon tudtam vele beszélni, de a László, a Védesi László, aki éppen azt mondta, hogy ő pont úgy Krisztusnak erről a próbatételen beszélt, hogy mennyire megosztotta pont ezeket a próbatételeket. És valóban, amikor itt az ember fiával szembesülünk, akkor ezért jön el az emberfia ítélni, mert tudja, hogy mit jelent az emberség. Tehát pont ugye a tegnapi napnak is a tanulságából, tehát hogy Istennek pont az a szándék a megtestesülésre, az a Krisztus egy közülünk, hogy tehát a megváltási munkában az legyen, hogy tényleg belülről lássa ezt. Hogy mit jelent az, hogy szűkösség, hogy aggodalmaskodás, hogy mit jelent az, hogy tényleg kihasználnak, vagy... És hogy belülről lássa ezt, tudjátok, ezeknek a próbatételek, ugye a pusztában ez a hármas próbatétel, a bírvágy, a hatalomvágy, meg a becsvágy. És tényleg látjátok, Jézust is pont ebben fogta meg, és pont ebben. És mi is azóta is Jézus nyomán ebben vagyunk, csak ez ami különleges örömünk és igazolásunk, hogy Isten a Szent Háromság, ezt mondjuk nem felülről nézi, az ítéletből vagy a jóvágyásból, hanem belülről. Tehát ezért mondják, Ignác is ezt mondja, hogy amikor én próbálom a keresztény életemet élni, és amikor a lelki gyakorlatban vagyok, vagy imádkozom, akkor valahogy Isten belülről van ott velem. Amikor a becsvágyjal, hatalomvágyjal, bírvágyjal ottam, bennem hozom a döntéseket, mélegek, hogy most becstelen legyek, hogy én. Akkor ott van benne. Ignác azt mondja, hogy szennyélem Istent, mint ahogyan egy mesterember munkálkodik a teremtésben. Meg ahogyan annyira akarja magát közölni nekünk, amennyire megengedjük. Tehát, hogy ez egy különleges kép, hogy amikor hogy ebben a botladozásunkban, meg mindenben ő benne van. Tehát nem csak egy külső ítélő vagy, egy mindent jóvá vagyok, ez a két tóz Isten kép, hanem,
hanem valahogy benne van ezekben az emberi játszmáinkban. És ezért van az, hogy tényleg fájdalmas, és ezért van az, hogy tényleg tud haragudni. És ezért van az, hogy tényleg, amikor ráruházunk az emberi érzelmeinket, akkor nem járunk annyira hibás úton. Persze vigyázni kell azzal, hogy mit ruházunk rá, de pont azért, mivel benne van ezekben a dolgokban. És valahogy tényleg vannak trukkol, hogy mit csinálunk ezzel, hogy bírvágyunk, becsavágyunk, hatalomvágyunk. Hiszen azért trukkol nekünk, mert ugye mindezt a három vágyunkat nem azért attól teljesen megtagadjuk ezt, mert hát a bírvágy mögött van az, hogy megteremtjük magunknak az emberi világunkat. A hatalomvágy mögött az van, hogy tényleg nem mindegy az emberi tekintély, meg az, hogy egymást hogyan tudjuk vinni. Hát a családba kell a tekintély, meg a hatalom az országomba is, meg a becsvágy is. Fontos az, hogy valakinek tetszésére tudjunk lenni, vagy valaki számos. Szóval ezek mögött, mindegyik mögött valami jó gondolat van. Csak valahogy ez bennünk úgy, amilyen jó gondolatok vannak mögöttük, pontosan ezek nem bukunk el, hiszen ezek valahogy úgy gátat vesztettek. És akkor azért lesz a bírvágy abból, hogy magunknak tudunk teremteni és fölhalmozni, ez a gátlástalan akarom, meg irigység, meg minden. Ezért lesz a hatalomvágyból, ami egy nagyon nagy isteni ajándék, a tekintély, meg az, hogy egymással szervezett világot tudunk élni. Ebből lesz az ennek a hatalomnak az iszonyatos szomjúhozása. Hogy valakit manipulálni tudja, valakinek meg tudja mondani. És mondom, ez a hatalomvágy nem kell ezen a diktátorokhoz menni. Ez a legkisebb családban is megvan, hogy én most téged manipulálok a végsőkig, és megmondom neked, hogy mit tehetsz. Hisztikkel, bármikkel. És akkor a becsvágy is az egy nagyon nagy ötlet, hogy valakinek a kedvére legyek, vagy úgy elismerjem. Abból lesz ugye ennek a hajhászása, hogy vajon mit gondolnak róla. Ebből lesz ez a bizonyos képutató magatartás, ugye ezeknek a farizeusoknak a világa, hogy csak arra figyelek, hogy jaj, most mit gondolnak rólam, hogy tudok föllépni, és közben kiüresedik az egész belső. Tehát itt is érzitek ezt a játékot, hogy ezeket a dolgokat, amiket Krisztus Urunk is megért bennünk, hogy ezeket nem egy az egyben eldobni, hanem valahogy Istennek a szolgálatába állítani. Istennek és egymás szolgálatába állítani. És ez az a dolog, amire ugye Krisztus képesít minket, vagy hát nagyon lassan, vagy fokozatosan, vagy még a rengeteg bukásunk ellenére is. Tehát itt most, amiről beszéltem, lehet, hogy itt most csak ennek nekem van egy vonala, most ezt, ahogy itt hirtelen itt nektek mondtam. Ebből talán mondom, ezeket lehet hazavinni ezek között, a kettőség között való a végezés, akár a saját bűneinkkel való, saját gonoszságunkkal való szembesülésbe is, hogy nem az a hivatás, hanem magamat vagy másodítéket, de nem is az, hogy minden csak kimagyarázat, hanem keresem ezt, hogy hol van Istennek az ítélete ebben. Hol tudom meghallani tényleg ezeket a szavakat, hogy mi is az a cselekedet, amiről itt szó van? Vagy mit tudnál te hozzátenni ezekhez? Hogy ne menjél el abban a nagy ítélkezésbe, hogy micsoda szörnyű ez a világ, ez a Magyarország, hanem mi az, ami rád tud várni. Meg hogy tudjuk ezt a két eltorzult Isten képet, ezt az állandóan szigorú, csak a hibáinkat kereső Istennek, hogy tudjuk ezt a csak teljesen eltávolított Istent valóban úgy látni, mint aki értünk mérges, nem tudom, hogy mondjam, hogy persze, így rendesen magam. Meg hogy tudjuk a bennünk lévő bírvágyat, hatalomvágyat, becsvágyat úgy látni, hogy ezek valahogy valami nagyon jó gondolat van mögöttük. Valami életemnek egy nagyon fontos kiteljesedése van ezek mögött. Csak Uram, hogyan tudom ezt tényleg szolgálatba állítani ezeket? Hogy legyen az, hogy a bírvágyból tényleg az lesz, hogy valamit adni tudok, vagy alkotni tudok? Hogyan lesz a hatalomvágyból az, hogy tényleg megbízhatnak bennem, hogy tényleg normális döntéseket tudok hozni a családom, vagy a közösségem számára? Hogyan lesz a becsvágyból az, hogy tényleg valamilyen módon az emberek örömmel tudnak felén fordulni, vagy valamilyen módon fantáziát látnak bennem? Hogy Uram, hogy tudod nekem megmutatni ezeket a titkokat? Hogy tudod nekem megmutatni, hogy
pont ezen a hárman keresztül olyan emberé váljak, aki oda tud figyelni ezekre a bizonyos szükségekre. Hogy hogy tudsz engem, Uram, a te finom lépéseiden elindítani. Hogy hogy lesz az, hogy a vallásosság nem egy ilyen nagy teher lesz számomra, hogy egy teljes tökéletesség, hanem hogy van az, hogy te ott találsz meg engem, ahol vagyok. Pont azokban a döntéseimben, azokban a kínlódásban. És hogy tudok ebből egy kicsit jobbat tenni. Ugye itt is kiszól belőlem az Ignáci, Szent Ignácnak a lelkesége, mert ugye tőle jön ez, hogy ez a mágis, hogy jobb. És ugye sokan összekeverik azzal, hogy a legjobb, a tökéletes. De Ignác mindig arról beszél, hogy jobban. Tehát, hogy aki én vagyok, hogy Uram, vezess, hogy jobban. Nem a legjobb, nem a nem nekem való nagyokra, hanem az, hogy jobban. És ide mindig szívesen fordulok vissza Ignácnál is, amikor ugye a mi rendünk is hajlamos erre, hogy tudjátok, a jezsuiták, hogy úgy nagyon megszereztünk, nagyon jó. És akkor pedig nem ez az alapötlet. És ezt magunkra is tudjuk hozni, hogy Szent Ignác nem hiába ezért mondta így a fiainak, hogy a kezdeti jezsuiták, hogy annyira izgálgáskodni akartak, hogy nem, jobb. Mi az a jobb, amit Isten nekem tartogat, vagy amire képesnek lát? Nem az, hogy én most megváltok mindent, vagy én most szétosztok, vagy valami olyat csinálok, amivel megtagadom egészen magamat, hanem mi az az önmegtagadás, ami tényleg a jobb felé viszem. Amitől pontosan ez a bizonyos bírvágy, becsvágy, hatalomvágy bennem meg nem esik. És ezeket nem elfolytom, tönkreteszem, hanem valamilyen módon szolgálatba tudom állítani. Ezért imádkozzunk, jó, itt a szentmisében is, hogyha ezekből bármi eszetekbe jut, akkor tényleg otthon is érdemes ezért. Uram, ezek között a szélsőséges torzítások között, hogy tudok hozzád, hogy tudom a te arcodat fülkészni. Érdemes erre perceket rászállni, hogyha tudtok otthon valamit is csöndbe vagy ilyesmibe adni.